Jó napot kívánok minden kedves békési lakosnak, kedves pácienseinknek. Nagy bejelentés előtt állunk, és örömmel jelentem be, hogy a panaszokat meghallgattuk, és megoldást is találtunk panaszaikra, miszerint nehezen tudják elérni az intézmény előjegyzési rendszerét, a telefonközpontjainkat. Ezért azt szeretném közölni önökkel, hogy betegirányító telefonközpontot fogunk létrehozni. Hamarosan, április elején megnyitja a szolgáltatását ez a betegirányító rendszer, ami abból fog állni, hogy azon túlmenően, hogy egy telefonközpont is lesz, személyes kapcsolatot is tud teremteni az ideérkező pácienseinknek, akiknek útmutatást tud majd nyújtani az időpont adáson felül. Erre azért lesz szükség, mert a két telefonközpontunk, ami jelenleg működik, olyan nagy hívás anyagot kell lebonyolítson, hogy nem elegendő. Ezért úgy gondoltuk, hogy a telefonközpontjaink mellett egy betegirányító rendszer sokkal nagyobb hatékonysággal tudja fogadni a betegeket és a hozzánk forduló időpontot kérőket. Tehát a lényege a betegirányító rendszernek, még egyszer mondom, hogy azon túlmenően, hogy ő egy telefonközpont lesz, aki telefonon fogadja a hívásokat, tehát ezen túlmenően személyesen is tud majd útmutatást adni, és időpontot is tud foglalni betegeink számára. A panaszaink többsége nem csak az időpontadás nehézségéből ered, hanem olyan irányú is a panaszunk, hogy sürgősségi betegellátásként próbálnak a betegek hozzánk fordulni. Ellenben fel szeretném hívni a betegeink figyelmét, hogy nem vagyunk SBO, nem vagyunk sürgősségi ellátóközpont, hanem tervezett szakellátók vagyunk. Tehát ha sürgős ellátásra szorulnának, tisztelettel kérem betegeinket, hogy a Réti Pál kórház sürgősségi osztályára fáradjanak, mivel ott sokkal gyorsabban és sokkal biztosabb ellátást van részesülhetnek. Mondok egy konkrét példát, ha például valaki elesik, eltöri a kezét, az SBO Réti Pál kórház, nem az itteni Békési Gyógyászati Központ sebészeti szakellátója. Tehát egy töréssel, ha ide érkezik, természetesen, hogy az itt dolgozó szakorvos megnézi, ellátja, de nincs kompetenciája a teljes körű ellátásra, mentőt hív, és a sürgősségi osztályra küldi a Réti Pál kórházba, ezzel az időt vesztegeti, a gyógyulási, felépülési időt vesztegeti el. Ez a betegirányító központ a rendelő intézet, tehát a József Attila 5 szám alatt található rendelő intézet földszintjén, a régi büféhelyében található majd meg. Ide teszünk ugye egy recepciós pultot, és akkor ide fordulhatnak hozzánk a betegek, sok szeretettel várjuk őket, és nagyon bízok benne, hogy ez a minőségi javítás az előjegyzésben könnyebbé teszi majd a eligazodást a telefonközpontjainkban és az előjegyzés módját.